Tolna megyében a Vosinszky-Mór Általános Iskola a legkreatívabb iskola. Bán Attila, Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője adja át a legkreatívabb iskolának járó díjat az egyik kisdiáknak, akinek a rajza szintén hozzájárult az elismerés elnyeréséhez. A tolnai Vosinszky-Mór Általános Iskola már évek óta meghatározó szereplője az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiírt alkotói rajzpályázatnak. Idei évben is 82 rajzot küldtek be az iskola diákjai. Olyan pályamunkákat vártak, amelyeken keresztül a gyerekek megmutatják, hogy hogyan látják a tűzmegelőzést, a tűzvédelmet, a tűzoltók munkáját. McNamara máskor is részt vett már a rajzversenyen. Én nagyon szeretek rajzolni, és szerintem a rajzolás egy olyan dolog, ami megnyugtató, meg úgy izgalmas. Máté Lilla szintén hozzájárult alkotásával az elismerés elnyeréséhez. Mert úgy gondoltam, hogy szeretném az iskolát segíteni, hogy ezzel tudjunk nyerni. 2012 óta hirdeti meg az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a rajzversenyt, ahová az óvodásoktól kezdve a középiskoláskorú gyerekekig vehetnek részt, és nem csak rajzokkal lehet jelentkezni a megmérettetésre. A rajzpályázat céljáról beszélt Bán Attila, tűzoltósági főfelügyelő. Természetesen vannak irodalmi művek is. Most is érkezett ilyen irodalmi mű, és vannak kézműves alkotások is. Itt már a szekszárdi Wunderland óvoda intézményvezetőjének adja át Bán Attila az elismerést. Idén újra ők nyerték a legkreatívabb óvoda címet. Kovács Jászmin is ebbe az oviba jár, ő is készített rajzot a pályázathoz. Rajzoltam egy tűzoltóautót, tűzoltót, cicát, meg egy fát, meg tüzet. A szekszárdi óvoda kompetencia alapú nevelési programjában nagy szerepet kap a tűz jótékony, illetve káros hatásainak megismertetése a gyerekekkel, és erre a pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek, mondta el Kónyáné Aut Evelin óvónő. A külső világ tevékeny megismeréséhez hozzátartozik napi szinten, hogy foglalkozzunk a gyermekekkel ezekkel a témákkal. Most pedig az adventi időszak alatt rendszeresen gyújtunk gyertyát esetleg az adventi koszorún. Ott is fontosnak tartjuk, hogy már megtanulják azt, hogy a tűz lehet a barátunk is, amely jó számunkra, de egy veszélyforrás is lehet, és ezért fontosnak tartjuk ezt a biztonságos szemlélet kialakítását a mindennapok során, illetve a rajzpályázat keretein belül rendszeresen nézegettünk könyveket, esetleg a tűzoltók munkájáról, vagy hogy a tűz mennyire lehet hasznos számunkra a mindennapi életünk során, illetve tervezzük, hogy ellátogatunk a tűzoltóságra, ahol megismerhetjük a tűzoltók munkáját, felszereléseit, és így a gyerekek is kicsit közelebb kerülhetnek ehhez a témához. Az óvodapedagógusoknak köszönhetően a legkisebbeket is belevonják az alkotásba. Szólhat a rajz a tűzoltók munkájáról, tűzmegelőzésről, erdőtűzről, vagy akár lakástűzről is. Egyetlen kitétel van, hogy szabad kézi rajzot kell beadni pályamunkának. Hatalmas ováció fogadott bennünket itt Szekszárdon a Wunderland óvodában. Itt gyakorlatilag 107 darab pályamunka érkezett, főképp szabadkezes rajzok. Ugye itt a kis, közép és nagycsoportos óvodások készítették ezeket. Ők elnyerték idén is, 2021-ben is, nem csak a megyei szinten, hanem országos szinten is az ország legkreatívabb intézménye címet. Ezúton is gratulálunk neki. Nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek már ilyen kis fiatal korban elkezdik gyakorlatilag a tűzoltóhivatás iránti érdeklődést. Nyilván ebben nagyon nagy segítségükre vannak otthon a szülők, valamint itt a pedagógusok, akik nem mehetünk el is szó nélkül, rengeteg munkát és energiát fektetnek abba, hogy ezek a pályamunkák elkészüljenek, és azt gondolom, hogy meg is lett a gyümölcse. És foglalkoznak, tehát valaki a fantáziájára bízza ezeket a rajzoknak az elkészítését, és egy sárkányt vet a papírra, valaki egy tűzoltóbeavatkozást fog szépen rajzolni, és vannak olyanok, akik kicsit már összetettebben gondolkodnak, és a megelőzést is megpróbálják már ilyen kis korban, tehát most nyilván a nagycsoportos óvodásokra gondolok, tehát a megelőzést is megpróbálják már így gyakorlatilag papírra vetni. Ilyen formában láthatunk így a 105-ös, 112-es hívószámokat. Nagyon sokszor találkozunk olyan óvodákkal, ahol ezekkel a gyerekekkel már, tisztában vannak ennek a telefonszámnak a jelentőségével, és azzal is, hogy hogyan oldhatnak el esetleg egy kisebb kezdeti tüzet. Úgyhogy ezúton gratulálunk egyébként így az óvónéninek is, valamint továbbá valamennyi pedagógus. Egész Tolna megye nagyon szépen szerepelt ennek a pályázatnak kapcsán, úgyhogy ezúton is köszönjük az ő munkájukat. Az elismerő oklevélen és a kupán kívül a gyerekek a rajzoláshoz szükséges eszközöket is kaptak jutalmul.